A Putnok elleni hazai és a táján elszenvedett idegenbeli vereséget követően a Somosese ellen mindenképpen győzni akart a nyírbátori együttes. Ehhez képest a vendégek már a 10. percben gólt szereztek, majd 5 perc múlva megduplázták előnyüket. A szünet után ismét a hazai kapuba került a labda, igaz Terdik 1 perc múlva szépített, de ezzel a házigazda el is lőtte a puskaporát, ami azt jelentette, hogy sorozatban harmadszor maradt pont nélkül Márton István együttese. Az a mérkőzés is kísértetésen hasonlított a 2 héttel ezelőtti Putnok elleni mérkőzésünkhöz. Sajnos megint a mérkőzés elején kaptunk 2 gólt, utána megint csak rohantunk az eredmény után, tettük ezt görcsösen, és rengeteg hibával játszottunk. Az NB3 keleti csoportjának élén a Cigánddal 2-2-es döntetlent játszó Nyíregyháza Spartacus áll 68 ponttal, megelőzve a 62 pontos Ceglédet. A 22 pontos Nyírbátor a 14., 5 pontra a már kieső helyen álló Tiszaújvárostól. Szerencsére a hétvégi forduló úgy alakult, hogy a mögöttünk lévő csapatok sem nyertek. Nem könnyű a helyzetünk, de mindenképpen ki kell harcolnunk a bentmaradást. Az az igazság, hogy volt egy olyan szériája a csapatnak, amikor 11-est hárított a kapust, utána sikerült 1-0-ra megnyerni a mérkőzést, amikor jöttek egymás után az eredmények. Az egy olyan időszak volt, amikor befelé pattant a labda. Sajnos most olyan időszakban vagyunk, amikor korán hátrányba kerülünk. Ezt tőlünk jobb csapatok sem tudnák megoldani, hogy 2 gólos hátrányból felállni. Ráadásul, ahogy érzem, a fiatal csapatunk egy kicsit fejbe bele is fáradt ebbe a menetelésbe. Most van egy fontos mérkőzésünk Cigándon, utána van egy 2 hetes szünet. Abban az időszakban megpróbálunk majd mentálisan is feltöltődni az utolsó 4 mérkőzésre. A Cigánd Nyírbátor mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik. A további párosítás a következő: Putnok Cegléd, Tája Tiszaújváros, Somosese Jászberény, Rákosmente KSK Kazincbarcika, Újpest 2 Felsőtárkány, Diósgyőr 2 60 és Reac Debrecen 2. A Nyíregyháza Spartacus szabadnapos.